Egy gazdasági fórumsorozat hetedik állomásaként Salgó Tarjánban, a Balassi Bálint megyei könyvtárban értekeztek megyénk vállalkozói november 29-én. Tények, trendek, tanácsok vállalkozóknak, hogyan tovább 2013-ban. Ezt a címet kapta a VOSZ rendezvénye, melynek fő célja a globális pénzügyi válság a vállalkozásokra tett hatásának felmérése, valamint a vállalkozók számára segítséget jelentő finanszírozási lehetőségek ismertetése. A fórum résztvevőit a szervezők nevében a VOSZ Nógrád megyei elnöke köszöntötte. Gazsi Ferenc az előadásokat felvezetve a vállalkozások nehéz helyzetéről, valamint az összefogás fontosságáról beszélt. Az, amit én szoktam említeni, hogy fogj össze palóc, mert különben tönkre megyünk. Tehát tudom, most nagyon hirdetik politikai területen is az összefogást, de a vállalkozások szintjén ez különösen fontos. Még nem publikus a dolog, de én azért hadd mondjam azt, hogy nagyon büszke vagyok arra, hogy néhány kisvállalkozó összeállt, létrehoztak egy céget, megkutattak egy piacot, aztán a lehetőségekhez képest megkeresték azokat a pályázati lehetőségeket, amely egy új dolog indításához, KFT indításához felvehető. Helyi vállalkozók döntően VOSZ-tagok részvételével megépítették azt a termelőhelyet, és nem sokára a kézi ögös üveggyártás újraindulása Tarjánban. A VOSZ megyei elnökének köszöntőjét követően a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének ügyvezető igazgatója tartott előadást. A VOSZ érdekképviseleti tevékenysége, időszerű gazdasági kérdések címmel. Perlusz László elsősorban elmondta, 2010-ben a szervezet közösen a gazdasági kormánnyal 6 pontban határozta meg azokat a célokat, melyek a vállalkozói környezet javítását szorgalmazzák. Ezen célok közül a versenyképes adórendszer kialakítása kapcsán történtek már pozitív előrelépések, hangsúlyozta az ügyvezető, aki azt is elmondta. A VOSZ másik fő irányelvként a termelő iparágak céltudatos segítését jelölte meg. Piacot a magyar vállalkozásoknak a hazai közbeszerzésben. Így szól a megállapodás negyedik pontja, mely kapcsán Perlusz László elmondta. Sajnos még mindig nem jutnak a hazai vállalkozások olyan előnyökhöz, mint az unió más vállalkozásai. Szintén problémát lát a kis- és középvállalkozások gazdasági fejlesztésére fordított EU-s források felhasználásával kapcsolatban. Az eddigi adatok alapján több ezer milliárd forintot nem sikerült felhasználni a megszabott támogatásokból, melynek következménye azok központi csökkentése is lehet. A hazai helyzetkép bemutatását követően a VOSZ ügyvezető igazgatója egy másik előadás során felvázolta azokat a finanszírozási lehetőségeket, melyek enyhítetik a globális gazdasági válság hatásait. Ugye maga Széchenyi kártya program a finanszírozásban a legkedvezőbb finanszírozási forrásokat nyújtja, úgy folyószámlahitelben, forgóeszközfinanszírozásban, mint mondjuk akár beruházási hitelben, de a VOSZ, mint szövetség, mint vállalkozói szövetség egyéb módon is felkészül a vállalkozásoknak, és segít a vállalkozásoknak a költségcsökkentésben. A vállalkozóinkat kvázi, mint egy beszerzési, fogyasztási társaság fogjuk össze, és megpróbálunk jobb árakat elérni az energiaszolgáltatók körében, különböző üzemanyagszolgáltatók körében, különböző áruk és alapanyagok szolgáltatói és eladói körében. A hallgatóság azt is megtudhatta, mire számíthatnak a vállalkozók 2013-ban. Nehéz évre számíthatnak továbbra is. Én nagyon remélem, hogy ez a gazdasági csökkenés vagy recesszió, ami a 2012-es évet várhatóan jellemezni fogja, ez egy kicsit csillapodni fog, nem lesz még néhány évig, nem lesz könnyű a hazai vállalkozásoknak a sorsa, de reméljük, nincs már lejjebb, és egy szép lassú, talán szinten tartás, talán egy pici kilábalás elindulhat majd. A fórumsorozat keretében Kozák Ákos, a GFK Hungária Piackutató Intézet ügyvezető igazgatója is hasznos információkkal látta el az érdeklődőket. A Siker kulcsa című előadás során szó volt többek között a háztartások fogyasztásainak szerkezetéről és tendenciáiról, valamint a hatékony és egyszerű marketing jellemzőiről. Az ügyvezető igazgató bemutatta azokat a fő előrejelzéseket is, melyek a 2014-ig tartó időszakot jellemzik. 2014-ben a fogyasztás a 2003-as szintre eshet vissza. Emellett a beruházások száma a 2000-es adatokkal fognak előreláthatólag megegyezni. A fórumot interaktív kerekasztal beszélgetésekkel zárták.